Korábbi adásainkban már elkalauzoltunk benneteket csodaszép helyszínekre, ahol megmutattuk, hogy hogyan telepítenek egy-egy jacuzzit, most azonban elhagyjuk az ország határait. Mostani témánk a jacuzzi luxus kivitelben. Roland, mit is jelent ez? Hová utazunk most képzeletben? Képzeletben Dél-Amerikába, Kolumbiába utazunk, ahol megnézzük azt, hogy az ottani gazdagok hogyan helyezik el a jacuzzikat a kertjükben, és hogyan alakítják ki a teljes wellness terüket, a teljes külterüket. Ugyanúgy néz ki egy dél-amerikai terasz, mint Magyarországon, de valamiért mégis sokkal minimalistább, sokkal komolyabban képviseli a luxust, mint amit mi Magyarországon nagyon sok esetben látunk. Most egyébként a nézők látják is a képeken, hogy miről is beszélsz. Neked melyik a kedvenced? Mi az, ami hozzád igazán közel áll? Nekem nagyon különleges élményt adott az, hogy egy egyszerű kőhatású medencét milyen luxus kivételben, milyen gyönyörű megjelenéssel, milyen szépen besülyeztve, beépítve tudnak megmutatni és használni Kolumbiában a tervezők. Minden, amit ezeken a képeken látunk, és minden, amit ott megvalósítottak, az itthon is megvalósítható, egy pici fantázia kérdése. Az a nagy különbség egyébként, hogy ott valószínűleg az ultragazdagok azok, akik megkeresik a kertépítő cégeket és a tervező cégeket, és azt mondtam, hogy szinte tökéletes környezetet alakítanak ki. Tehát nem egyszerűen elhelyeznek egy jacuzzit egy teraszon, ahol éppen hely van neki, hanem megtervezik az egész környezetet úgy, hogy szerintem még a tervrajzok készítése idején készül el az úszómedencének a terve, sőt a kihelyezett kerti bútoroknak a tervezése is akkor történik. A jacuzzi tökéletes helyen van, tökéletesen beépítve, az összes szín harmonizál egymással, a burkolatok tökéletesek. Tehát azt látjuk ezeken a képeken, hogy igenis beletette az energiáját és a fantáziáját az, aki megtervezte és aki megvalósította, és igenis nagyon magas igényekkel rendelkezik az, aki megrendelte ezeket a külső wellness tereket. Nagyon sokszor történik az, hogy az úszómedencét egybeépítik a masszázsmedencével dizájn szempontjából, vagy mellette van a masszázsmedence, de egy különálló előre gyártott mobil masszázsmedence. A lényeg az, hogy ha a hideg úszómedencéből kijövünk, akkor rögtön lehetőségünk legyen bemászni a forró jacuzziba, hogyha egy picit téliesebbre, vagy hűvösebbre, ősziesebbre fordul az idő, akkor még a forró masszázsmedencéből kisétálva rögtön fejest ugorhassunk az úszómedencébe. Nagyon fontos részét képezi a kültéri wellnessnek a szauna is, és jellemző az, hogy a szaunából rögtön egy hűtött fürdődézsába, vagy egy úszómedencébe ugranak az emberek, úgyhogy ennek a komplet wellness életérzésnek egy olyan magas fokát találjuk, amit eddig szinte sehol nem tapasztaltam. Mivel most ennek a riportnak azt a címet adtuk, hogy masszázsmedencék luxus kivitelben, ezért beszéljünk picit a luxus kivitelű masszázsmedencékről. Ha jól tudom, itt már tényleg csak a fantázia szabhat át, tehát hogyha valaki egyedileg szeretné a masszázsmedencét megrendelni, tehát egyedi színvilággal, egyedi borítással, akkor már erre is van lehetőség, ugye? Abszolút igen. Sőt, nagyon szoktuk javasolni az embereknek azt, hogy merjenek álmodni, merjék a saját környezetükhez alakítani a masszázsmedencéjük színét. Ennek ellenére nagyon sokan azért a belső szint illetően fehéret vagy gyöngyház szint választanak. A külső szín már sokkal variálhatóbb. A barnától a szürkén keresztül a kő hatású, vagy esetleg a fém hatású megjelenésű oldalburkolatokig minden jellemző. Belülről is van már olyan a medencén között, ami teljesen minimalista, fémszínű megjelenésű, ami teljesen olyan, mintha az egész medence fémből készülne belül is, meg kívül is. Neked azt mondom, hogy masszázsmedence luxus kivitelben, akkor milyen medence jut az eszedbe? Ha masszázsmedencéről beszélünk luxus kivitelben, akkor számomra három fontos dolog van egy masszázsmedence kiválasztásánál és minőségénél. Az egyik az, hogy tiszta legyen a vize, vagyis könnyen, egyszerűen, erőfeszítés nélkül lehessen benne tiszta vizet tartani. A második az, hogy nagyon könnyű legyen benne meleg vizet tartani, vagyis jó legyen a hőszigetelése, és ne kelljen sok energia a hőntartáshoz. A harmadik, hogy kiváló legyen a masszázsa, hiszen egyik ok, ami miatt masszázsmedencét használunk, az, hogy milyen a masszázsnak a minősége. Olyan változatos masszázsbefúgók legyenek benne, megfelelő erősséggel masszírozva, hogyha belemegyek, akkor egészen más érzéssel szálljak ki belőle, mint ahogy belementem. Ez a három tényező a legfontosabb. Számomra a dizájn csak a negyedik, de nagyon fontos része a masszázsmedencének,
hogyha egy medence illik a környezetébe, és tökéletes részévé válik a környezetnek, akkor imádni fogjuk, nagyon szeretni fogjuk, és mindig szeretettel fogunk ránézni, meg elégedettséggel gondolunk vissza a választásunkra. Hogyha nem illik annyira a környezetbe, akkor legfeljebb a belsejét fogjuk szeretni, és a szolgáltatásait. Tehát, hogyha a design, a tiszta víz, az erős masszázs és változatos masszázs és a meleg víz egyszerre egy masszázsmedencében megvan, akkor ez tényleg masszázsmedence luxus kivitelben.